Kinyíltak a József Attila utcai gyógyszertár kapui, bárki bepillantást nyerhetett a kulisszák mögé. Immár 16. alkalommal rendezték meg az országos patika napot, erről lesz szó a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! Milyen munkafolyamatok vannak egy gyógyszertárban, hogyan történik a különböző készítmények előállítása, milyen lehetőségek vannak a szakmában? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik a József úti patikában szerdán megfordultak. Ezen a napon bárki belekóstolhatott a háttérben folyó munkába. Szeretnénk ezt a napot megragadni arra, hogy bemutassuk magunkat tulajdonképpen, hogy mi történik itt. És ehhez kapcsolódó az, hogy a székesfehérvári gimnáziumok és középiskoláknak küldtünk meghívót, és a gyógyszerészi pálya iránt érdeklődő gyerekeket meghívtuk, és a patikát ők most körbejárják, megnézik, illetve utána egy rövid előadást tartunk nekik arról, hogy gyógyszerészként milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik ezt a pályát választják, illetve hogy mi ennek a pályának a szépsége, vagy milyen szépségei vannak. Végignézheti azokat a részeket, amit egyébként a bejövő betegek nem látnak. Tehát például azt sem tudja mindenki, hogy a patikában gyógyszer készítés is zajlik a mai napig, tehát nem csak kenőcsöket, belsőleges, mondjuk oldatokat, szuszpenziókat, kúpokat ugyanúgy állítunk elő a mai napig a egyedi magisztrális gyógyszerkészítésnek hívják ezt. Ezt meg is lehet tekinteni, hogy hogyan történik ez, milyen alapanyagok vannak a patikában, ami azért is érdekes, mert nagyon sok tulajdonképpen mérgező, kábítóhatású anyag fordul elő a patikában, amit nem is biztos, hogy mindenki tud. Említette, hogy vannak a szakmának szépségei. Mik lennének az árnyoldalak és a szépségek? Hát az árnyoldal a rengeteg adminisztráció, ami szerintem néha túl sok, de a szépségei az, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki patikában dolgozó gyógyszerész szeretne lenni, akkor elhivatottságra van szükség. Tehát arra, hogy akarjunk segíteni a betegnek. Tehát nem csak, hogy most kiszolgálni akarjuk, hanem segíteni, gyógyítani, az, hogy mondjuk milyen problémája van, és abban kér segítséget, vagy mondjuk egy adott gyógyszernek a megfelelő alkalmazását elmondani, vagy akár a gyógyszereknél tehát mondjuk mellékhatásra felhívni a figyelmet, ami néha, tehát ez a pálya szépsége, ami, hogy meg tudunk oldani egy problémát. Tehát mondok egy példát, mondjuk hozzám jött egy hölgy, aki egy vérnyomás csökkentőt szedett, és mondta, hogy tud mindent, csak adjam oda, és megkérdeztem, hogy tudja, hogy a vérnyomás csökkentőjében van vízhajtó, és meglepődött, és mondta, hogy miért ebben van vízhajtó. És mondtam, hogy igen. És aztán kiderült, hogy azért csodálkozott ennyire, mert hogy ő este vette be, és éjszaka ki kell többször menni, és ő azt gondolta, hogy fölfázott. És hogy elmegy orvoshoz, és majd valami antibiotikumot kell szedni, mert hogy ilyen problémája van, és aztán kiderült, hogy tulajdonképpen csak egy gyógyszer mellékhatás, és tulajdonképpen így sikerült ezt a panaszt rendezni, és ez a pálya szépsége, hogyha ilyenek előfordulnak, mert ilyenek vannak. A gyógyszerésznek azt is tudnia kell, hogy mik azok a panaszok, amikor nem gyógyszert kell adni, hanem azt kell tanácsolni, hogy sürgősen menjen el orvoshoz, mert van ilyen is. Sajnos, tehát hogy aki azt gondolja, hogy nem kell elmenni, mert majd ott adnak valamit, és majd az jó lesz, de azért vannak akár olyan személyzeti, egyéb tünetek, amikor azt kell mondani, hogy keresse fel a házi orvost, és ott vizsgáltassa meg magát. Az állandó továbbképzés az szükséges, és fontos is, hiszen a gyógyszeripar fejlődik, tehát mindig jelennek meg új hatásmechanizmusú gyógyszerek, kiderülhetnek a régi gyógyszerekről új dolgok, mellékhatások. Tehát most például aktuálisan az ibuprofénnel kapcsolatban derültek ki mellékhatás, hogy bizonyos dózis felett már nem célszerű szedni. Úgyhogy tehát ez folyamatos. Nekünk kötelező is, tehát 5 évente elő van írva, hogy hány
pontot kell megszerezni továbbképzéseken, van kötelező szinten tartó továbbképzés, tehát anélkül nem dolgozhat gyógyszertárban senki, aki ezeken nem vesz részt. És mindez az asszisztenseknek is megvan az előírt pontszerzés, tehát őnekik is folyamatosan képezni kell magukat, mert itt nem lehet, tehát a 20 évvel ezelőtti dolgokkal már nem lehet működni. A patikanap jó alkalom arra, hogy megköszönjük a dolgozók munkáját, ezt már Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok mondta, aki kiemelte, téves azt gondolni, hogy ez a munka a pult mögött ér véget. A város egészségügyi rendszerébe szervesen kapcsolódnak a patikák és a gyógyszerészek is. Én azt hiszem, hogy talán méltatlanul keveset is beszélünk róluk, hiszen borzasztó fontos láncszemei a gyógyításnak. Iszonyatos nagy tudás van a mögött, amikor ők csak egyszerűen az a látszat, hogy csak kiszolgálnak minket egy pultnál. Ez abszolút nem így van. Rettenetes nagy tudásuk, a gyógyszerkölcsönhatások, talán még az orvosnál is jobban ismerik ezeket. Nagy munka folyik a háttérben, bent a laboratóriumokban, és talán mi erről keveset tudunk. Azért is tartom fontosnak, hogy ezen a patika napon beszéljünk róluk, és végre megköszönjük azt a munkát, amit értünk végeznek. A másik része pedig, hogy velük valóban beszélgetni is tudunk, itt a pultnál tanácsot kérünk, mindig kedvesek, segítőkészek, pedig lehet, hogy már ők is nagyon fáradtak, hiszen gondoljunk csak arra, amikor az éjszakai ügyeletről érkezőket is a patikusok fogadják. A Székesfehérváron egyébként milyen a gyógyszertárak helyzete, mennyire ellátott Fehérvár, és ugye van egy ügyeletes gyógyszertárunk, mennyire mondható kielégítőnek ez a helyzet, ami most van? Annak idején, amikor a patika engedélyeket meg kellett kérni, akkor erre nagyon figyeltek. Ez egy nagyon szabályozott rendszer, hogy hány lakosra, milyen távolságon belül lehet és kell patikát nyitni, tehát így ilyen szempontból ez teljesen megnyugtató és jó ellátás. Az 1977 óta működő József úti gyógyszertár megnyitása óta tartja a városi ügyeletet is. Mindezt 16 fő összehangolt munkájának köszönhetik a városlakók. 5 vagyunk gyógyszerészek, van 8 szakasszisztens kolléga, és van kisegítő asszisztens tanuló, illetve kisegítő kolléga. Hát elég nagy teher, ugye eleve az ügyeleteknek az ellátása, az éjszakára való beosztás, illetve mivel elég sok magisztrális készítményt készítünk, és elég nagy portfólióval rendelkezik a gyógyszer, tehát sokféle gyógyszert tartunk, ezért még több kézre is lenne szükségünk itt a munkának a minőségi ellátására. Évente nyílik alkalom arra, hogy egy picit bemutassák az itt folyó munkát, hogyan készülnek ilyenkor? Erre mindig nagy izgalommal készülünk. Ugye a kamarai elnök úrral, gyógyszerész kamarával együtt készítjük elő ezt a napot. A 16. patika nap folyamán szűrővizsgálatokkal, újraélesztési bemutatóval is várták az érdeklődőket a Fehérvári Civil Központban, azért, hogy a szakemberek minél jobban elősegítsék a betegekkel való együttműködést. A csontitkulás, a bokakarindex, légzésfunkcióvizsgálat, vérnyomás, koleszterin szintvizsgálat zajlik itt a Fehérvári Civil Központban 10-től 16 óráig, illetve lesz egy Te vagy a hős nevű program, ahol egy újjáélesztési gyakorlatot is láthatunk, illetve egész napos kozmetikai patikában kapható kozmetikai termékeknek a bemutatója, kipróbálási lehetősége rendelkezésre áll, illetve az érdeklődők mintacsomagot is kapnak. Egy eszközzel, egy gumilabdával, egy zene segítségével egy otthon gyakorlási lehetőséget biztosítunk az emberek számára, úgyhogy könnyen tudják elsajátítani ezt az 5 percet, gyakorlatilag tényleg 5 lépés 5 perc, és megtanul újraéleszteni. Ebben a patikai programban aktívan úgy veszünk részt, hogy megtartjuk az előadást, bejönnek a betegek, kapnak egy 5 lépéskártyát, megnézik, és hogyha ezt az 5 lépéskártyára utána igényt tartanak az előadásra, akkor egy kibővített előadással fogunk nekik kedveskedni, és megtanítjuk ezt az újraélesztés 5 lépését. Edukációs kisfilmeket készítettünk, megtalálható, úgyhogy ezt 5 perc alatt mindenki otthon tudja gyakorolni és továbbadni, hogy menjen szájról szájra ez az információ. Jelenleg gyógyszerész hiány van, így aki ezt a pályát választja, nagy valószínűséggel el is tud majd helyezkedni. Hazánkban Szegeden, Pécsen, Debrecenben, illetve Budapesten lehet tanulni a szakmát. Köszönöm, hogy velünk tartottak, holnap este is nézzenek minket, ha tehetik. Szép estét kívánok, viszontlátásra!